Köszöntöm nézőinket, önök a három témát látják a stúdióban vendégünk, Daka Zsolt, a Gyula Hús Kft. Ügyvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kifejezetten kedvezőtlennek nevezhető az a gazdasági környezet, melyben a Gyula Hús Kft.-nek egész évben működnie kellett. A forint árfolyam ingadozása mellett a növekvő energiaköltségek is gondot jelentettek. Nem lehetett könnyű ez az elmúlt pár év. Először ugye a koronavírus járvány nehezítette a cég dolgát is, idén pedig a háború és az ahhoz kapcsolódó különböző gazdasági hatások, elég ha csak a forint árfolyamának euróhoz viszonyított változására, vagy az energiaárak drágulására gondolunk. Sikerült-e ezt az évet is kihozni nyereségesre? Én azt gondolom, hogy sikerülni fog ebben az évben is eredményt termelni a társaságunknak, bár hozzá kell tennem, hogy sokkal nehezebb volt a pálya idézőjelben, mint a korábbi években. Az idejében ugye mindenki által ismert okok miatt, és például az energiaárak rendkívüli mértékű emelkedése miatt, és nehéz helyzetben van társaságunk. Hozzá kell tennem azt, hogy a 2021-es év végén már láttuk azt, hogy jelentős energiáremelkedés fog zajlani a piacon. Bennünket már a 2021-es év, gázév kezdetekor már érintett úgymond ennek a hatása. Csak úgy a számokkal illusztrálva ezt, szeretném mondani, hogy akkoriban még kb. 20 euró volt egy megawattórányi gáz, és október 1-től pedig 95 euróra emelkedett. Tehát ott egy közel ötszörös áremelkedés volt már. Ebben az évben meg sajnos ez a helyzet tovább romlott, a villamos energia terén is hasonló áremelkedéssel szembesültünk, és kitartott az egész év folyamán ez a negatív körülmény. Természetesen próbáltunk úgy gazdálkodni, hogy továbbra is eredményt termelje maga a társaság. Nem volt könnyű feladat ez, ugyanis hozzá kell tennem, hogy nem csak az energiaárak változtak meg drasztikus mértékben, hanem a húsalapanyag árak is jelentős mértékben emelkedtek. Van olyan alapanyag típus, amelynek ára meg háromszorozódott a 2021-es év átlagárához képest. Ez a takarmány árak emelkedésével hozható összefüggés? Van, valamint sajnos az asszály okozta károk, ami ennek ugye az okozója. Egyrészt, másrészt pedig, ha forintban fejezzük ki a vételárat, akkor azt láthatjuk, hogy a forint gyengülése is negatívan érintette társaságunkat. 2021-ben a forint átlag árfolyama 356 forint volt, és mindenki tudja, hogy ebben az évben jóval 400 forint felett is járt már az euró. Mint ahogy most is ott tart, akkor a nyitó kérdést talán át kéne értelmezni egy kicsit, és úgy föltenni, hogy kis csoda lenne, hogyha nyereséges lenne a cég ezek után? Hát reméljük, hogy nem csodáról kell beszélnünk, hanem tényleg ez annak az eredménye, hogy megfelelően végeztük a feladatunkat ebben az évben. Azt látjuk, hogy a mai napon, hogy igaz, szerényebb eredménnyel fogjuk zárni ezt az évet, mint a tavalyi évet, de mindenféleképp pozitív szaldóval fogunk zárni. Az mit jelenthet, hogy akkor nem lesz több százmilliós nyeresége a cégnek, hanem? A 21-es évben rendkívül jó eredményt produkált a társaság, 650 millió forint lett az eredményünk. Az idejében azt gondolom, hogy olyan 200-300 millió forint közé tehető ez a várható eredmény. Ez minek tudható be, hogy mégis sikerül pozitívan kijönni egy ilyen évből? Ennek a hátterében az áll, hogy némileg sikerült volument bővítenünk, tehát az értékesítési volumenünk bővült. Azt látjuk, hogy kb. 2%-os mennyiségi növekedésünk realizálódik ebben az évben. A számokban kifejezve ez azt jelenti, hogy kb. Egy olyan jó 5000 tonna feletti terméket, 5000-5100 tonna közötti termékértékesítést várunk erre az évre. Ennek az átbevételi oldala meg fogja haladni a 10 milliárd forintot, 10 milliárd 100 és 10 milliárd 200 millió forint közé várjuk az éves nettó árbevételt. Belföldön körülbelül az eladott termékmennyiség az stagnált.
Ez annak ellenére jónak mondható, hogy több körben is hajtottunk végre áremelést, mivel rá voltunk kényszerítve. Ugyanakkor az export relációban pedig egy dinamikus növekedést sikerült végezvédnünk ebben az évben. Közel 30%-kal bővült az árbevételünk. Hol sikerült bővülni, úgy értem, hogy mely területen, mely országokban? A korábbi jelentős partnereink esetében sikerült továbbfejleszteni az együttműködést új termékekkel, illetve nagyobb vevői körrel, vagy vevői körre sikerült eljuttatni a gyulai termékeket. Ugyanakkor ki szeretném emelni, hogy egy új lengyel partnerünk van, egy lánc, ahol jelentős bővülés sikerült elérnünk ebben az évben. A meglévő országoknál közül melyekre vonatkozik ez a bővülés? Angliára, Csehországra, vagy mire gondoltunk? Főként ebben a két országban sikerült bővülnünk. Azt látjuk, hogy a partnereink, akik disztribútorok, lelkesen dolgoznak, és sikerül a gyulai termékeket egyre több helyre juttatniuk. A következő időszakban merre irányulhat az expanzió külföldön? Meglévő partnerinknél tovább szeretnénk erősödni, és szeretnénk olyan partnereket felkutatni, akik akár pizzafertétként, vagy akár önmagában a terméket egyedi csomagolásban képesek a piacra vinni. Vannak biztató jelek, de erről még korai beszélnem. Az energiaárak kedvezőtlen irányú változása jelentősen megterhelte a cég büdzséjét. A negatív hatások ellensúlyozása érdekében igyekeztek olyan beruházásokat végrehajtani, melyek csökkentik a rezsiköltségeket. Megszokhattuk már, hogy minden évben a cég nyereségének egy jelentős részét fejlesztésekre fordítja. Az idei évben mibe investáltak? Mint ahogy az imént említettem, sajnos az energia áremelkedés bennünket is rendkívül módon sújtott, és ahogy utaltam rá, már 2021-ben láttuk ezt a tendenciát. Ezért már 2021 őszén elindítottunk több olyan projektet is, amely az energiahatékonyságunk javulását célozta meg. Mindkét telephelyünkön, mindkét üzemünk területén egy-egy jelentősebb méretű naperőművet telepítettünk, illetve a technológiai gőzellátást korszerűsítettük. Ennek eredőjeként azt látjuk, hogy a jövőben jelentősen hozzá fognak járulni ezen beruházások a költség megtakarításhoz. A gyártósorban történt-e valamilyen változás, akármelyik üzemben? Ebben az évben kicsi háttérbe szorultak a technológiai beruházások. Természetesen fejlesztettünk ezen a területen is. Ki szeretném emelni, hogy vásároltunk egy szeletelő berendezést, amely főként az export piacokra szánt szárazárukat szeleteli. Azért, mert másképp kell oda szeletelni, vagy egyszerűen azért, mert ott volt szükség rá? Leginkább szükség erre, ugyanis a korábbi években a belföldi szeletelő üzemrészünkben jelentős fejlesztést már végrehajtottunk. Ha arra gondolunk, hogy most ugye sikerült egy kicsit javítani az energiafelhasználáson, de nem tudom, van-e olyan terület, ahol még érdemes gondolkodni hasonló? Természetesen a jövő évben tovább szeretnénk javítani az energiahatékonyságunkat. Ennek előkészületei jelenleg zajlanak. A kétegyházi úti üzemünk esetében több elképzelésünk van, és ezeket szeretnénk majd megvalósítani. További napelemes kísérőmű telepítésével, illetve a melegvízelő előállításunk, valamint a fűtési rendszerünk korszerűsítésével. Van kimutatás arról, hogy az idei évben milyen megtakarítást jelentenek ezek a beruházások? Nem lehet még egész évet sajnos vizsgálni, ugyanis ezek a beruházások az év folyamán lettek aktiválva, úgymond. Erre majd egy év múlva tudok pontos választ adni. A cégnél továbbra is optimisták a jövőt illetően. A gazdasági klíma ugyan nem könnyű, de mint azt a 2022-es év is megmutatta, a gyulahús ilyen körülmények között is képes a nyereséges működésre.
Tudom, hogy sok a bizonytalansági tényező, de jövőre mire lehet számítani? Jövőre célul tűztük ki azt, hogy az értékesítési volumenünk ne csökkenjen. Azt gondolom, hogy ez önmagában egy nagy feladat lesz. A korábbi években mindig azt céloztuk, hogy pár százalékos bővülést szeretnénk elérni, de látva a piaci és a gazdasági körülményeket, azt gondoljuk, hogy ez önmagában egy nagy eredmény lesz, hogyha meg tudjuk tartani az értékesítési volumenünket. Természetesen, mint említettem az imént, próbálunk további beruházásokat véghez vinni, amelyel hozzájárulhatunk majd a hatékonyságunk növeléséhez, és természetesen feladatunk az, hogy további piacokat kutassunk föl, és egyre szélesebb körben ismertté tegyük a gyulai brandet, a gyulai termékeket. Belföldön vagy külföldön? Gondolom mind a kettő, de hogy hol kínálkozik nagyobb esély? Én azt gondolom, mindkét területen van még lehetőségünk. Lehet a meglévő partnereknél úgymond a boltmélységet javítani, illetve új partnereket is be lehet vonni. Az idei évtől hozzá kell tennem azt, hogy, és ez büszkeséggel tölt el bennünket, hogy minden jelentősebb magyarországi kiskereskedelmi szereplőnél jelen vannak a termékeink. Külföldön milyen irányban lehet terjeszkedni? Vannak-e célkeresztben úgymond új országok? Főleg az Európai Unió belüli országokat célozzuk meg. Azt gondolom, hogy a német piacban van tartalék számunkra. Ezt szeretnénk erősíteni a jövőben. És a távol-keleti tervek? Távol-keleti tervek esetében, hogyha Japánra gondolva konkrétan, sajnos hátráltott bennünket az a tény, hogy Magyarországon ugye afrikai sertéspest is jelen van, ezért a japán hatóságok nem engedik, hogy Magyarország területéről húskészítményt szállítson bárki is Japánba, ezért ez a piac például megállt jelen pillanatban. A hongkongi kapcsolatunk továbbra is él, és ezt is szeretnénk bővíteni a jövőben. Természetesen közép-távú célként ott lebeg előttünk a kínai piac ismét lehetőség, bár hozzájuk rendkívül nehéz bejutni, de ezen is dolgozunk. Röviden összefoglalva, akkor rövid távon kicsit a cég helyzetének a stabilizálása lehet a feladat ebben a változó világban, középtávon pedig már mindenképpen a bővülésben gondolkodnak. Akkor további jó munkát és kitartást kívánunk ehhez a következő hónapokban, években. Nézőinknek köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!